A jövő nemzedéke Áronnal, egy 17 éves fiúval, egy középiskolással beszélgetünk az élet nagy kérdéseiről. Hogy telt a mai napod? A mai napom egész kellemes volt. És mitől? Az időjárás vagy mi? Nem. Nem, hát igazából nem voltak tanórák, úgyhogy... Hát akkor az az ember napjait kellemessé teszi. Itt Budapesten tanulsz? Igen. Minden nap akkor bejársz. Vidékről, igen. Jók ezek az utazások, a reggeli korai utazások? Hát nem szívesen kelek korán, de egyébként nem vészes, mert egyből odavisz, úgyhogy nem kell átszállni semmire. Igen, én is, amikor iskolás voltam, 6 órakor keltem, és egy kis kerékpárral rohantam mindig az iskolába, 7-kor már ott voltam. Persze az órák mindig 8 órakor kezdődtek, de én soha nem szerettem elkésni az iskolából. Te? Hát sajnos gyakran kések, mert a busz soha nem jön időben, de egyébként meg én sem szeretek késni. Most beszélgessünk egy kicsit önmagunkról. Tudnál valamit nekem mondani magadról, nagyszüleidről, szüleidről, testvéreidről, a saját életedről? Így szokták ezt mondani a korodbeliek, hogy az őseimről. Mindig is vidéken laktunk, 2 testvérem van. A nagyapád egy nagyszerű fotóriporter volt, ugye? Igen, igen. És jó kapcsolatod volt a papával? Ritkán beszéltem vele sajnos. Volt még egy másik nagypapád, így hívták őt, hogy János bácsi, aki nagyon komoly hívember volt, és igyekezett a hétköznapjaiban is a lelki dolgokkal foglalkozni, meg élni, és sok embernek segített, nagyon sok szeretet volt benne, és akik rászorultak a segítségére, azoknak mindenkinek segített. Aztán van nagymamád, nagyapád, anyukád, apukád, testvéreid, mondjál róluk valamit. Nagymamám itt dolgozik. Már hol itt? A rehabon. Tehát, hogy ő is rehab beteg? Nem. Nem, ő gondozó. Igen. Az Emberbarát Alapítvány rehabilitációs intézetében dolgozik a nagymamád. És vele milyen a kapcsolatod? Nagyon régen nem beszéltünk, de a napokban elkezdtünk levelezni, úgyhogy most megint beszélgetünk, és nagyon jókat egyébként. Mi az, ami tetszik a nagymama életében? Hát rengeteg pszichológiát tanult, úgyhogy nagyon sok dolgot tud, és ez nagyon érdekel, úgyhogy nagyon jókat szoktunk erről beszélgetni. Mert ő mélyen ismeri az ilyen dolgokat. És téged is érdekelnek ezek a dolgok. És a Gottlő nagypapától nem maradt semmi ilyen téma, ami hát téged érdekelt volna, a fotózás? Vagy de, pontosan a fotózás. Szeretsz fotózni te is? Igen, de én nem űztem olyan nagy szinten, mint esetleg a nővérem. Ha jól tudom, a családban te hasonlítasz legjobban apukádra. A stílusod, a megjelenésed, a beszéded, a hangszíned. És ő vele is jó kapcsolatod van? Nem annyira jó, de azért igyekszünk egymással kijönni. És kihez állsz legközelebb? Hát inkább azt mondanám, hogy anyukámhoz, mint apukámhoz. Az én megfigyelésem szerint, hogy a lányok az apukájukhoz állnak közel, a fiúk pedig az anyukájukhoz. Nálunk fordító van, de így igazából hozzá. És miről szoktál beszélni? Lelki dolgokról, piaci dolgokról, tanulásról, anyukáddal? Miről beszélgettek? Hát vele sajnos nem sok mindenről, de amikor igen, akkor iskoláról, vásárlásról, ilyen alaptémákról. Semmi komplex. És anyukád tudomásom szerint nagyon szépen rajzolt.
És hogy Igen, igen, ezeket igen. nem örökölted, ezeket a képességeket? Sajnos nem. Már próbáltam én is rajzolni, van is digitalizálom, de egyszerűen képtelen vagyok magamtól olyan szépen rajzolni. És hogy állsz a testvéreiddel? Hogy tudsz kijönni velük? Ugye hárman vagytok, van egy nővéred is, ugye? Igen, ő már elköltözött. Elköltözött otthonról, és melyik testvéred áll legközelebb hozzá? Hát ő. Igen. Igen. És a bátyád? Ő annyira nem, de az utóbbi időben vele is jól kijöttünk. Mit szoktatok együtt csinálni? Biciklizés, vagy mit tudom én, számítógépezés, vagy mi? Hát nem sok mindent. Arra következtettek az eddigiekből, hogy olyan túlzott együttműködés nincs a testvéreiddel, de vannak kortársak, akikkel inkább? Igen, igen, velük sokkal inkább. Vannak barátaid? És mit szoktatok csinálni? Nagyon érdekelne. Hát először is rengeteget beszélgetünk. Egyébként meg szoktunk eljárni különböző helyekre, programokra, attól függ, hogy mikor, micsoda. Diszkóba járás nem, van. Nem, nem ilyen helyekre. Margit szigetre, vagy lézertegezni, vagy ilyesmi. Hát a Margit szigeten nagyon kellemesen el lehet. Igen, igen, piknikezni szoktunk, meg ilyenek. És most melyik iskolába jársz? Neumann János Info szakközép. Az informatika érdekel téged? Igen. Hát ez nagyon jó. Hát szeretsz is tanulni? Most tartok ott, hogy megszerettettem magammal. Egyébként már jó ideje sajnos nem. Tehát nagyon elszoktam tőle, de most vagyok ott, hogy... Benned is egy komoly érési folyamat volt eddig, és hogy most jutottál el arra a szintre, hogy most már érdekelnek a dolgok. Tulajdonképpen milyen pályára készülsz? Van-e valami elképzelésed? Biztos vagyok benne, hogy valamilyen informatikával kapcsolatos dolog, de ez csak az egyik része. A másik része, ami szintén érdekel, az a pszichológia. Igen? Igen. Ó, tudod, hogy mennyit kell a pszichológiát Rengeteget, igen. tanulni. Nagyon, nagyon érdekes téma a pszichológia. Hát miért ne a kettőt összekapcsolni? Ha téged érdekel a pszichológia, akkor egy kicsit foglalkozzunk veled. Hogy magad hogy látod, hogy a gondolkodásod milyen lassú, gyors, vontatott, milyenek az érzéseid, hogy magamba folytom az érzéseimet, indulataimat, vagy pedig vannak ezek a nagy kirobbanások, durdefekt, óriási hangulatingadozás, vagy hogy milyen az akarati életed, hogy sokat töprengesz azon, hogy megcsináld, ne csináld, elmenjek, ne menjek. Hogy van ez nálad? Az utóbbi időben elég jól megy. Általában mindent átgondolok, mielőtt megteszem, vagy akármit, ami történt. Tehát mindenképpen végig fut az agyamon. A gondolataidat, érzéseidet valakivel meg szoktad osztani? Persze. Inkább a kortársaimmal, mint családtagokkal. Otthon nem is alakult ki csak ilyen beszélgetés, hogy na, Mizu az iskolába, vagy mi a pálya, és a belső érzésekről sok családban nem szoktak beszélni, hogy érzed magad, hogy mi van veled, hogy mit gondolsz. Ez pedig nagyon fontos lenne. Egy lelkész mondta, hogy nem is tudom már, talán, ha jól emlékszem, 3 gyerekük volt, és hogy amikor a gyerekek hazajöttek az iskolából, mindenki mindent elmondott, hogy mi jelentett örömet, szomorúságot neki, mit éreztek, mert nagyon gyakran csak ilyesmi van, hogy na, feleltél? Hát igen, nem feleltem, kész.
Ott van az ebéd a hűtőbe félretéve, és hogyha valami, ha lóvéra szükséged van, azért szóljál, akkor neked sincs érzelmi kapcsolatod a szüleiddel? Van, de nagyon kevés az a helyzet. Miért van ez így? Az ember nem szívesen beszél erről a szüleivel, valahogy ez úgy zavarja. Igen, sajnos eltávolodtunk egymástól az idők folyamán, de ha jól emlékszem, egyébként se nagyon beszélgettünk ilyenekről túl gyakran. Hogy valamiféle szeretetet tapasztalsz, érzelmi megnyilvánulást a szüleid részéről? Vagy csak a haveroktól kapsz valami ilyesmi érzelmi támogatást? Nem, hát kapok a szüleimtől is, persze. De az nem elég. Ugye az ember, mint élő lény, érdeklődik különböző dolgok iránt. Neked az érdeklődési körödben mi fér bele? Most én csak egy pár olyan dolgot sorolok el neked, ami nem valószínű, hogy nálad nem történt erre, vagy érdekel a füves cigi, érdekelnek a csajszik, érdekel a múzeum, érdekel a vadászat, a korcsolyázás, a kirándulás, az ejtőernyőzés, vagy egyáltalán mi érdekel? Például a sport. Igen, és azon belül is mi érdekel? A biciklizéseknek a fajtái, tenisz, baseball. És a biciklizésben csak ez a szórakozásszerű biciklizés érdekel, ugye? Nem. Meg tudnád nekem mondani, sajnos a memóriám gyenge ilyen szempontból, de hogy is nevezik ezt a biciklizési stílust? Láttam éppen a Gellért hegyen, hogy van egy ilyen speciális bicikli, amivel egyik szikláról át lehet ugrani a másikra. És hogy hát nagyon érdekes ez a biciklizés, nem tudom, nem trikk, vagy nem tudom, mi lehet ennek a neve. De sokáig ott megálltunk, és néztük, hogy egy fiú ott milyen keményen koncentrált, hogy volt ott két nagy kő, az egyikről a másikra át tudott biciklivel ugrani, és fölemelni a kerekét, meg minden. Hát téged ez nem érdekel. Beszélj arról, ami érdekel. Például a könyvek. És milyen könyvek érdekelnek? Tudományos, regény, igen. Fantázia, igen. Tudományos, és milyen tudomány érdekel? Például a pszichológia. A pszichológia. Hát ott van mit olvasni. Azért. Könyvek érdekelnek. És mi van a csajszikkal? Hát ezzel kapcsolatban is olvasok most egy könyvet, ami... Ja, még csak a könyv. A könyvből? Nem. A gyakorlatra még nem kell. Megvan a gyakorlat is, csak... Nagyon-nagyon jó dolgokat ír le, tehát az abszolút igazságot ezzel kapcsolatban. És nem azt, amit egyébként a média mond. Igen? Igen. És neked mi a véleményed a Csajszikról, amely így olvasgatsz róluk? Hát abban biztos vagyok, hogy egészen más nyelvet beszélnek, mint a férfiak. És sokkal, sokkal inkább érzelem alapú döntéseket hoznak, mint inkább logikai. Végül is... Téged, mint fiút, mi vonz a csajszikhoz? Mi az, ami tetszik bennük? Mert hát ugye ők mégis egy más lények. Igen. Nem szoktam a külsőt első szempontnak venni, hanem inkább egyfajta belső intelligencia az, ami úgy igazán vonz. Azok az értékek, amik igen. Bennük van. Szeretet, kedvesség, komolyság, kitartás a másik mellett, ugye, ezek. És még mi tartozik az érdeklődési körülbe? A zene például. A zene? És milyen hangszeren játszol? Régen zongoráztam. És hány évig? Kettő talán.
Igen, és abba hagytad? Igen. Ó, hát ez pedig kár. Apukád az nagyon-nagyon jól játszott hangszeren. Van is most is egy zenekaruk, még mai Sőt, napig dobol. a nagypapádnak volt külön, a Gotru nagypapádnak volt külön egy dobja otthon, és hát gyakorolgatott. Tehát itt valahol a zenekedvelésnek megvan a története. Mi a véleményed a mai fiatalokról? Mi az, amiben úgy érzed, hogy hasonlítasz rájuk, és miben különbözöl tőlük? Hát elég sokban különbözök, mert nagyon sokan vannak vele úgy, hogy egyszerűen irányítják őket, ugye megint a média és egyéb, és egyszerűen mások az értékeik, tehát ezek a fizikai dolgok sokkal inkább értékeknek, és egyszerűen képtelenek boldogak lenni, és nem tudják, hogy miért. És miben hasonlítasz rájuk? Igazából talán abban, hogy sokaknak nagyon nagy a szociális képességük, tehát jól tudnak kommunikálni másokkal és egyéb. Te milyen fajta fiú vagy? Szeretsz kommunikálni? Tudsz Igen, kommunikálni? igen, igen. Tehát nem jelent gondot neked a kommunikáció. Egy alkoholista fiú mondta, hogy ő csak akkor tudott kommunikálni egy lánnyal, ha megívott 3 fröccsöt. És hogy különben nem ment neki. Tehát te könnyen kapcsolatot tudsz teremteni az emberekkel. Hát ez nagyon jó. Tehát te nem vagy egy ilyen bezárkózó típus. Nem, nem annyira. Nem annyira, de van néha bezárkózás is? Nem is bezárkózás, csak elég sok problémám van ezzel kapcsolatban. Ilyen pszichés gondok, ugye a közösséggel kapcsolatban, de... Nem szeretsz emberi közösségben lenni, vagy bekapcsolódni? Tehát ahol már több ember van? De szeretek, csak... Például volt egy ilyen pánikbetegségem is. Igazából átgondoltam egyik nap, és rájöttem, hogy egyszerűen azért vagyok rosszul, amikor nem vagyok otthon, mert valamilyen szinten félek tőlük, és ezért akarok velük kapcsolatot teremteni minden áron. Hát ez nagyon jó, hogy ez a törekvésed megvan, hogy kapcsolatot akarsz velük teremteni. De hát ez egy olyan fajta baj, vagy mondjuk így betegség, amin ma már nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni, úgyhogy ebből nem származik hátrányod az életben. Hát igazából annyi hátránya van a dolognak, hogy ilyenkor sajnos elfelejtek magammal foglalkozni, és hiába segítek másoknak, hogyha egyszerűen magamon nem segítek. Igen. Tehát lemaradok tulajdonképpen. Beszéljünk még a szabadidőről, hogy tudsz gazdálkodni a szabadidővel, hogy általában mennyi időd van, mennyi időd marad. Egyrészt az utazás is sok időt elvesz az embertől, de hogy amikor marad idő, akkor ezt hogy tudod kihasználni? Sokszor sajnos feleslegesen megy el a szabadidőm, mert nagyon sokat gépezek. Igen? De igen. Nem vagy talán számítógép függő? Hát mondjuk úgy, hogy az voltam, mert most már nem. És hogy sikerült ebből kilábalni? Hát rájöttem, hogy túl sok időmet veszi el, és ahelyett sokkal jobb dolgokat is csináltak, például, mint az olvasás. És mennyi időt töltöttél a számítógép mellett? Hát nagyjából az egész délutánon. Éjszaka, hajnalig, ilyesmi? Hát késő esti. Késő esti. És nem szóltak bele, addig gépeztél, ameddig akartál? Régen sokat mondták. De már belenyugodtak, ugye? Hogy szereted ezt a dolgot csinálni. Hát a nagyvilág megnyílt előttünk ezzel, hogy az internetezésnek a lehetősége megvan. Nagyon sok lehetőség van ezen keresztül.
És a szabad idődet egyedül szoktad tölteni, vagy másokkal? Hétköznap igen. Néha kint maradok délután a többiekkel, de nem túl gyakran, és hétvégén pedig általában mindig elmegyek. És otthon szoktál-e segíteni? Igazából én Gondolok. segítek a legtöbbet, ha úgy nézzük, de még az is kevés ahhoz képest. Szoktál-e segíteni mosogatni? Nem. Porszívózni? Azt igen. Az még valahogy elmegy, a porszívózás. Portörlés? Az sem egy. Az udvar összetakarítása, mert olyan helyen laktok, hogy még arra is. Erre nem szoktak megkérni, azt meg szokták csinálni, de egyébként szívesen megcsinálom. Csak rá kell vennem magam, hogy kimenjek és elkezdjem. Mert jó azért a szabad levegőn is lenni. Ott, ahol laktok, Igen. ott nagyon jó levegő van. És kirándulni nem szoktál? Nagyon ritkán. Tehát elmegy az ide a számítógépezéssel, a pszichológiai tanulmányokkal. Hát igen. De így nagyobb kirándulásokat nem szoktunk tenni, esetleg nagyon ritkán, és azt is baráti társasággal. Meg néha, amikor biciklizek egy barátommal, akkor szoktunk elmenni ide-oda, ott helyileg. És mi a véleményed a drogozásról? Gondoltál-e már, kipróbáltad-e már valamelyik drogot? A füvet, igen. Úgy rávettek? Vagy... Hát igazából úgy voltam vele, hogy meg akartam tapasztalni, hogy mégis mi az, ami ilyen sok embert irányít tulajdonképpen. Na de nálad ez nem. Na. Ez érdekes, hogy hát az emberek próbálgatják, hogy ez az ecstasy, vagy nem tudom, heroin, vagy különböző dolgok, és hogy azt szokták mondani, hogy ami bejön, hogy azt használják. De nálad nem jön be semmi. Azt hiszem, hogy a fiatalok nagyon magas százalékban kipróbáltak már valamiféle drogot. Annyiféle minden van. Most beszélnek a designer drogokról is, meg hát ezek azok az olcsóbb fajta drogok, amikhez könnyen hozzájutnak az emberek. Akkor ez nálad nem jelent gondot, a drogozás. És az ivás? Az sem igazából. Mert én a nagypapát soha nem láttam berúgva. Se a János bácsit, se a Gott nagypapát, ők nem, valahogy nem. Mi a véleményed az életről? Hogy szeretsz-e élni, és hogy ez... Ugye ma nagyon sok ember olyan kilátástalannak látja a helyzetét, és hogy menekül az élet elől. Amikor Magyarországon olyan nehéz helyzetek voltak, hogy az emberek javait elvették, emlékszem rá, hogy volt egy parasztember, akinek elvették a lovát, és hát állami tulajdonba vitték, és hogy nem bírta túlélni, hanem öngyilkos lett. És hogy azért az életet nem szabad volna ilyen könnyen eldobni azért, mert hát valami nehéz probléma történik velem. És hogy te tiszteled-e az életet, szeretsz-e élni, hogy érzed magad a bőrödben? Én szeretek élni, igen, úgy vagyok vele, hogy mindenki kap bizonyos megpróbáltatásokat, valaki sokkal nehezebbet, valaki könnyebbet, de ez is olyan, hogy könnyen kell venni, tehát nem szabad leragadni semmin. És volt valaha is valami nehézséged általános iskolában, vagy a napjaidban, vagy, és hogy tudtál azon túljutni? Hát sosem volt semmi óriási dolog igazából. Amik ilyen apró pszichés bajok voltak így az emberekkel kapcsolatban. Feleltem is, hát nem nagyon gördült meg hát a jegy. Ezek nem emiatt nagy nem volt igazából. Semmi. Nem volt semmi. Hát semmi nagyobb nem jut eszembe hirtelen. De azért otthon meg lehetett ugye beszélgetni, ha voltak azért nehéz problémák.
Igazából nem mindegyikről szóltam, tehát nem döntöttem úgy, hogy elmondom mindegyiket, de ami fontos volt, és amiben így tanácsot akartam tőlük, azt elmondtam. Ilyen nem volt, hogy amikor rá akartál gyújtani a füves szigire, nem kérted az öngyújtót anyukától, vagy nem kínáltad meg őt is, ugye? Nem Tehát volt. ezek ilyen zárt dolgok voltak. És tulajdonképpen, ha befejezed a tanulmányaidat, nem lenne jobb külföldre menni? Ott azért mégis van lóvé bőven. Mire gondolsz? Hogy és hol folytatod az életedet? Gondolkoztam egyébként ezen a külföldön. Igazából jól hangzik, de úgy vagyok vele, hogy ha megvan az a bizonyos tudás az élethez, akkor végül is nem számít, hogy hol dolgozok, mert ugyanúgy menni fog, és ugyanúgy meg fogok tudni élni, mint külföldön. Tehát hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar. De persze jó lenne kimenni. De hát voltál te kirándulásokon, ugye, külföldön? Igen. És hogy érezted magad? Hát az nagyon régen volt, akkor még egészen máshogy láttam a világot. Igazából tetszett, mert jó néha tényleg kimozdulni itthonról, mert egészen más a környezet. Érdekes, más stílusban, más módon élnek az emberek, mint mi, és hogy ebből is rengeteget lehet tanulni. Mi a véleményed a hitről? Érdemes-e hinni, vagy ez egy olyan divatja múlt dolog? Hát szerintem a hit egy olyan alap irányító dolog, ami kihat igazából az egész életre és viselkedésre. Sok ember hisz sok mindenben, és az alapján is kezdenek el igazából viselkedni. Tehát tulajdonképpen nem feltétlen számít, hogy miben, de ha valaki hisz, akkor biztos vagyok benne, hogy előrébb mozdítja. És mit gondolsz, hogy az életben maradás szempontjából mekkora jelentősége lehet a hitnek, mert ma azért az embereknek nagyon sok problémájuk van, és hogy elég zavaros dolgok történnek, mondjuk egy 100-200 évvel ezelőtt, talán Jókai Mor nem írt a stresszről, meg a különböző dolgokról, sok szép mindenről írt, de hogy annyira megváltozott a világ, és hogy az embereknek egyre nehezebb. Hogy lehet talpon maradni ebben a mai világban? Hát régen ezek a háborúk döntötték el tulajdonképpen inkább ezek a fizikai dolgok, meg az erő, hogy ki marad életben. Most pedig ezek a szociális dolgok, tehát hogy ki az, akire lehet támaszkodni ilyen szempontból, ki az, aki segít, akivel lehet beszélgetni, ki megoldja a problémákat, és az az ember az, aki igazából könnyebben túlélheti. Erről nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, és sok sikert kívánok neked a tanuláshoz. Köszönöm. Az informatika és a pszichológia területén.